A Zichy Ligetből startolnak és ugyanide érkeznek vissza a 9. Cerbona-Fehérvár félmaraton résztvevői április 14-én vasárnap. A szervezők az idei évben változatos programokkal készülnek, a futófesztiválhoz kapcsolódó rendezvények már pénteken reggel elkezdődnek. Lézerlövészet és ugye egy ninja pálya kipróbálása van lehetőség, ez szombaton folytatódik, majd a legügyesebb gyerekeket várjuk egy döntőre szombat délelőtt. Szombaton reggel 8-tól este 8-ig spinning van a helyszínen, 40 kerékpár kerül ide kiszállításra az Zichy Ligetbe, úgyhogy itt a szabadban óránként más oktatóval, DJ-vel lehet tekerni, miközben át lehet venni majd a rajtcsomagokat is, és hát vasárnap pedig a fő rendezvényünk 10 órakor startol el. Az idei félmaraton támogatói között névadó szponzorként immár 6. éve lesz jelen a Cerbona. A Hydro 4 éve támogatja a rendezvényt, az idén mintegy 70 munkatársuk áll rajtvonalhoz, a cég pedig a munkatársak minden egyes megtett kilométere után 1000 forinttal segítik a szegényeket támogató alapítványt. A Wingboss jóvoltából, akik 3 éve állnak a futófesztivál mellett, az idén az egyes korosztályok legjobbjai pénzjutalomban is részesülnek. A pénzdíjazás az úgy néz ki, hogy minden abszolút győztesnek és kategóriánként is most már ebben az évben díjazásban részesülnek. Reméljük, hogy ezzel feldobjuk a verseny színvonalát. A félmaraton résztvevői 4 kategóriában indulhatnak az idei versenyen, ezek a 7, a 14 és a 21 kilométer, valamint csapatban 3x7 kilométeres váltóban lehet teljesíteni a távot, amely Székesfehérvár történelmi belvárosát is érinti. 1000 éves köveken futhatnak az ide érkezők a nemzettörténelmi fővárosában. Ez gondolom egy olyan pluszt ad, ami egyébként máshol meg nem elérhető. És hát köszönöm, hogy nem csak egy idézősen félmaraton lesz vasárnap, hanem péntek szombaton is a legkisebbektől legidősebbekig mindenki megtalálhatja maga sportolási lehetőségét. A 9. Cerbona-Fehérvár félmaraton programjai tehát április 12-én pénteken kezdődnek, amikor is ninja pályával és lézerharccal, egy nappal később egész napos spinning edzésekkel, vasárnap pedig a félmaratoni távval várnak minden kedves érdeklődőt és résztvevőt a szervezők.